Szervusztok, nagy tiszteletekkel köszöntök mindenkit, köszönöm szépen a felkonferálást, illetve üdvözlöm a online résztvevőket is. A TED igazgatóság erős áram osztályán dolgozom, mint erős áram szakértő, Csakris Péter vagyok. Pörgős kis diasorozatot raktam össze az elmúlt évek tapasztalatairól, aktuális problémáiról, helyzeteiről, illetve egy kis jövő kitekintésre, mit szeretnénk elérni a közeljövőben. Kezdjük ugye az eredményekkel. 2019 márciusában sikerült kiadni a V1-es számú térvilágítási szabályzatunkat. Több dolog hívta életre, hogy ezt el kellett készíteni. Elsősorban az őt megelőző MÁVESZ 2950-es saját szabványunk, ami 20 évet teljesített szolgálatot, illetve az uniós előírásoknak történő megfelelés is célja volt, ezekkel harmonizálnia kellett mindenféleképpen az új előírásunknak. Három főpontot emelnék ki, mindenféleképpen változást hozott a 2950-eshez képest. Az átlagos megvilágítási szintek emelkedtek a tervezésnél, és mérések során a méretezési pontok elhelyezkedései is megváltoztak. Illetve kiegészítettük az itinerünket azzal kapcsolatban, hogy hol milyen megvilágítás szükséges, mert egyre több projektben jelentek meg a T+R és T+R parkolók is. 2019. júliusában útjára indult a HED hálózat energiáltási diszpécser, melyről pár szót már Kötény és Miklósok szervezető úr is mondott, annyival egészíteném ki, illetve erősíteném meg, hogy nagyon nagy szükségünk volt rá. Le tudtunk válni az ingatlanos szakterületnek a diszpécser szolgálatáról, így egy nagyon jól visszaellenőrzött, már hibák bejelentésekor is kontrollált kivonulás, illetve hibaelhárítás megkezdés tudott megvalósulni. Ezúton is köszönjük a szegedi főnökségnek a közreműködését ebben. 2020-ban került kiadásra az utasítási vasúti erős áramú rendszer elmények fejlesztésére és engedélyezésére és dokumentációra című dokumentum, melyben a kis feszültségű berendezések is helyet kaptak. Továbbra is az a célunk, hogy a MÁV hálózatán csak és kizárólag olyan berendezések kerüljenek alkalmazásra, melyek hosszú távú üzemeltetése biztosítható. 2021-ben értünk el odáig, hogy elmondhatjuk, hogy minden általános világítási feladatot meg tudunk oldani alkalmazási engedélyen rendelkező lámpatestjeinkkel, így a tervezők nincsenek korlátozva ebben. Ugye folyamatos áttérés van a legre, mind a vasútnál, mind önkormányzatoknál országosan nagy teret hódít. 2017-ben volt az első MÁV hatáskörben végzett ledesítési program, ez 17 szolgálati helyet érintett, közel 1400 darab ledes világító test került felszerelésre, azóta 1%-uk hibásodott meg, egy kis reklám helyen a KFT lámpatestjét kerültek felszerelésre. A NIP ZRT beruházásaiban teljes, illetve részleges vonal állomás rekonstrukció keretében is ledes világító testek kerülnek beépítésre szinte kizárólagosan. 2020-ban a MÁV ZRT által bonyolított beruházások esetében, ami olyanok, mint az állomás fejlesztési beruházások is, kizárólag ledes világító testek kerülnek tervezésre. Idén fejeződött be a budapesti nyugati pályaudvar csarnokának ledesítése, elnézést, ami szerintem kimondottan jól sikerült, némi utószabályozásra még szükség van, de nagyon jó lesz. Itt ugye a Tungsram Schrader világítótestjén kerültek alkalmazásra. Egy kis váltófűtés az eredmények részben. 2019-ben még 22 darab fűtőszertípusunk volt üzemben, ami nagyon megnehezítette a készletezést. Túl sok típus választék volt egyszerűen. Elkezdtük felülvizsgálni őket, mind kompatibilitás, mind pedig megbízhatóság szempontjából. És így sikerült 10 darabra redukálnunk azt a mennyiséget, amit folyamatosan használni kell. Kis lépés, de számunkra nagyon fontos munka volt ez is, valamint 2020-ban sikerült az akadozó anyagellátottságot követően olyan forgalmazót találni, aki tudja biztosítani számunkra az összes terméket, amire szükségünk van az üzemeltetéshez és a karbantartáshoz. Az aktualitásokat, LED, ismét a LED, fantasztikus, hogy van, típus választékon belül is 50-60 féle verziót
vonultatnak fel a gyártók, ami egy irányból jó, nagyon sok világítás feladat megoldható vele, nagyon sokféleképpen, viszont üzemeltetési szempontból mi úgy éreztük, hogy valahol meg kell húzni egy határt, ezeknek a darabszámát le kell redukálni. Itt a PPT-n a ledes résznél látható, hogy meghúztuk a határt a 3000 Kelvinnél, a 350 és 700 milliamperes meghajtó áramoknál, illetve optikákból is három fő típust kívánunk alkalmazni a jövőben a máros területeken. Szintén nagy kedvenc, ugye a 10 éve van velünk az MSZ-en 50-122-es áramütés elleni védelmi intézkedések című lapja. Ebből a kis feszültségi szempontból a villamos energia csatlakozási pontjai az állomásoknak, illetve megálló helyeknek, ami előtérbe került mostanában tervezői, mint áramszolgáltatói megkeresésekben, illetve előírásokban is, azzal kapcsolatban, hogy a leválasztó trafó szükséges, transformátor elnézést, szükséges, nem szükséges, ha a mávot látunk elektransformátorral, akkor az elégséges-e. Úgy gondolom, hogy a kérdés körüljárása abszolút tervezői feladat, a máv abban tud segítséget nyújtani, hogyha a tervező egy minden szabványnak megfelelő koncepciót tesz le elénk, illetve az áramszolgáltatós melleegyeztette, akkor utána az üzemeltető szempontból meg tudjuk vizsgálni, hogy mi hogy fogjuk tudni üzemeltetni azt a hálózatrészt, kívánunk-e középfeszültségű transzformátort üzemeltetni, illetve gazdasági szempontból megéri-e telepíteni ezt a berendezést, vagy maradjunk a kisfeszültségű energiaellátásnál. Térvilágítási mintaterületeket kellett kialakítanunk. Három dolog hívta életre ezt a dolgot, hogy a beszerzési eljárásokban a ledes lámpatestek paramétereit nem direkt módon kezdtük el vizsgálni, mert az összehasonlíthatósága nagyon-nagyon komplikált számításokat igényelt volna. Azt kezdtük el vizsgálni, hogy megvalósítható-e az adott világítási feladat adott lámpatestekkel. Szintén a mintaterületeket vettük igénybe ahhoz, hogy az alkalmazandó darabszámokat redukálni tudjuk a repertoárból, amit a gyártók szolgáltatnak részünkre. Illetve már nagyon régóta húzódik, de még mindig vannak higany fényforrásra szerelt lámpatestjeink a hálózaton, melyeknek a folyamatos kivezetését el kell végezni. Itt is egy lehetőséget látunk abban, hogy a mintaterületek alkalmazásával kizárólag ugye utasforgalmi, sablonozható területeken külön tervezés nélkül karbantartás keretében el tudjuk végezni úgy a cseréket, hogy utána a V1-nek is megfelelő világításon keletkezzen, amivel már a hatósághoz a lejelentést is meg tudjuk tenni, és senkinek nem fog meglepetést okozni. Megint két nagy téma, megpróbálom rövidre fogni, mindegyik külön előadást is érdemelne, a világítás felvezérlésével kezdjük. Jelen pillanatban három körönként vezéreljük a térvilágítást, ezt továbbra szeretnénk megtartani, illetve legkisebb egységként a technológiai területet szeretnénk értelmezni. A ledes driverek, lámpatestek kialakítása következtében mindig felmerül az egyedi címzés, a lámpatestenkénti vezérlés, amivel nem kívánunk jelen pillanatban élni, nem fogjuk tudni kihasználni, megérje ebbe időt és energiát fektetni jelen pillanatban. Itt még fontos kiemelni ezen sorokból a páronok teljes elsötétítését, az utasforgalmi területek vonatmentes időben jelenállás szerint nem tudjuk támogatni, bár a V1-es utasítás és az 1300/2014-es EU átjárhatósági rendelet is lehetőséget ad rá, de balesetveszélyesnek ítéljük meg. Csak azt tudjuk elfogadni, hogy egy adott megvilágítási szintre, amely még a V1 szerint szabványos, lecsökkentjük a világítás vonatmentes időszakban. Itt ugye, mint a tervekben is már két számítást kell majd elvégezni, hogyha ebbe az irányba megyünk el, illetve a felülvizsgálatoknál is mind a két megvilágítási szintre el kell végezni a jegyzőkönyvezést. Ugye ennek a teljesen kifolyó verziója az lesz, amikor ezt már a vonat által történő vezérléssel fog megvalósulni. Szintén nagyon gyakran fölmerül, és hál' Istennek a tervezők megkeresnek minket ugye a projekt keretein belül, hogy határozzuk meg, hogy milyen szükséges, elégséges visszajelzéseket szeretnénk látni a térvilágításról.
mint mérnök azt tudom elmondani, minél többet tudok róla, annál jobban tudom üzemeltetni a hibáit, annál jobban tudom behatárolni, de ugye a projekt és a gazdasági részek általában egy kompromisszumot szülnek, de mindig előremutatót eddigi tapasztalatok alapján. Látófűtés távvezérlésnél a köfé és FED központokban sajnálatos módon gyártónként kerülnek ugye különböző munkaállomások telepítésre. Ezeken a munkaállomásokon különböző operációs rendszerek, különböző megjelenítő szoftverek, különböző adatokkal jelennek meg, ami üzemeltetési nehézséget okoz. Mi ezt szeretnénk a jövőben egységesíteni, annak érdekében, hogy ne kelljen 3-4 féle gépet is kezelnie egy darab munkavállalónak. Amit még szeretnék kiemelni, ami szintén az elmúlt egy év eseményei között szerepelt, hogy a váltófűtés és a FET rendszert egymástól teljesen függetlenül képzeljük el. A FET-nek is külön virtuális hálózata van, illetve területi igazgatóságonként, illetve egy országos kisfeszültségű virtuális hálózatban szeretnénk a váltófűtési gépek kommunikációját rendezni. Energiahatékonyság, ugye, hát majdnem azt mondom, lerágott csont már az első szekcióülésen, de vannak, ugye a Nemzeti Energiagazdálkodási ZRT szolgáltatása keretében egy ESCO modellel kvázi a villamos energia megtakarításból finanszírozzuk a lámpatestünk lámpatestjeink cseréjét. Itt ugye nagyon sok egyeztetés van folyamatban, hogy maga ez az egész modell hogy tud egy magyar állam tulajdonában lévő berendezéssel megvalósulni. Mint a terv is készült, a MÁV ZRT már ezt véleményezte, és a jövőben 5 helyszín van kijelölve pilotra, hogy az első tapasztalatokat megszerezzük. Napelemes rendszerekről volt szó, mint a vontatérső energiával történő visszatáplálásra irányulna. Itt én a kis feszültségű szempontokat emelném inkább ki. Itt is pilot van megcélozva, pilotprojekt, illetve az üzemeltetési és telepítési kérdéseket szeretnénk első körben, saját hatáskörben tisztázni, hogy számunkra milyen beavatkozásokat, szabályozásokat kell megtenni ahhoz, hogy ezek normálisan működőképesek legyenek. Térjünk át a céljainkra. Távolasztó fogyasztásmérő, sajnálatos módon még mindig humán erőforrással oldjuk meg nagyrészt a leolvasását a fogyasztásmérőknek, itt több ezer darab számról van szó országos szinten. Szeretnénk egy új útra lépni, ahol már egy számítógép előtt ülve is lehetőségünk nyílik az adatok lekérdezésére, illetve nagyon fontos kiemelni, hogy a kézi adatrögzítések, átadásokat szeretnénk teljes mértékben megszüntetni, mert az ebből kialakuló hibák folyamatos problémákat szülnek, csak teljesen automatizáltan szeretnénk, hogyha a számlázó és adatnyilvántartó rendszerünk ezen adatokat át tudnák venni. Illetve nagyon fontos megemlíteni, hogy úgy képzeljük el ezt a rendszert, amikor meg tud valósulni, hogy az összes összegyűjtött adatunk saját MÁV szerveren fut, nem szeretnénk kiszervezni ezt a tevékenységet kívülre, illetve a rendszernek mindenféleképpen saját hatáskörben bővíthetőnek kell lennie, ne kelljen minden egyes új mérőnél egy keretszerződés, vagy bármilyen vállalkozói szerződés keretében folyamatos megrendeléseket generálni fogyasztásmérőként. Céljaink, ugye szintén Kökényes Miklós úr említette a szabályozási környezetet, ennek próbálunk az elkövetkezendő években eleget tenni, amely nélkül nem tud jól működni a kis feszültségű terület. Talán ebben a sorrendben várhatók a felülvizsgálatok is, ahogy illetve a kiadások is, hogy a PPT-n feltüntetésre kerül. Elsősorban ugye a MÁV ZRT lámpatest katalógusát szeretnénk megújítva kiadni, amint a jelenleg folyamban lévő vizsgálatok, eljárások lezárulnak. Utána a 33/2007-es javik számutasítás, mely ugye leginkább a lámpatestünkre vonatkozó követelményeket tartalmazta, ezt megújítva szeretnénk kiadni, és ezzel együtt a jelenleg ledekre érvényes előírásainkat is hatálytalanítani, mert azok már nem képviselik pontosan a mi műszaki elképzeléseinket. A P1117/2009-es váltófűtési követelményrendszer is megérett a felülvizsgálatra, ugye 2009 óta üzemel. Nagyon sok változás történt azóta, teljesen új irányvonalak jelentek meg, mint az adatátvitelben, mint pedig a PLC-s vezérlésben, melyeket szeretnénk szabályzott keretek köré szorítani. Hát, sikerült gyorsan végére érni. Ennek úgy kérdésnek megfelelően. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
szépen!